Más témával megyünk ismét tovább. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb a nevelőszülői hálózat, jelenleg 438 aktív nevelőszülőnél 1200 gyermek él. A kormány célja, hogy 2017-ig még 1000 nevelőszülő lépjen be az országos hálózatba. Az országos nevelőszülői hálózat bővítésével minden 12 év alatti gyerek kikerülhetne a gyermekotthonokból. Most országosan közel 5500 nevelőszülő van hazánkban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei központ az egyik legnagyobb, itt a létszám közel 800 fő. Egy nevelőszülő az saját gyermekkel együtt a törvény szerint az 6 gyermeket nevelhet, illetve ha kiskorú gyermekről nem gondoskodik, hogy már nincs házhatásában, akkor 5 fő gyermekről gondoskodhat, és átmenetileg helyezzük el a gyermekeket a nevelőszülőnél, de sajnos sokszor előfordul, hogy ez egy 18 éves életkoráig tart a fiatalnak, illetve tovább is. Hekerné Pál úr Mária már 3,5 éve nevelőszülő. Döntését egy hosszú folyamat előzte meg, végül férjével és gyermekeivel közösen döntöttek a nevelőszülőség mellett. Dúri már 1 éve él velük, a kislány most 2,5 éves. Hozzánk egy gyermeket tudnak kihelyezni, egy férőhelyünk van a saját 3 gyermekünk mellett. A jelenlegi nevelt kislányunk 1 éve van nálunk, előtte körülbelül 2 évig volt nálunk egy kisbaba, akit a kórházból kaptunk, és az első 2 évét biztos, első 2 évében biztosíthattuk a békés családi nyugodt légkört, és utána örökbeadásra került sor. Nagyon érdekes tapasztalat volt ez is számunkra, hogy tudatosan készülhetünk egy ilyen kisgyerek elengedésére. Nevelőszülő minden 24. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet. Fontos feltétel azonban, hogy a gondozott gyermek és a nevelőszülő között legalább 18, legfeljebb 45 évkor különbség legyen. Az átmenetileg elhelyezett gyerekek végül örökbefogadó családokhoz kerülnek, de van, aki egészen 18 éves koráig is a nevelőszülőknél marad. Magyarországon évente mintegy 550 örökbefogadás történik, ennek nagy része nyílt örökbefogadás. Számos egyszerűsítés történt az elmúlt időszakban, de az örökbefogadás hosszadalmas folyamat, amelynek során döntenek az örökbefogadó alkalmasságáról is. A vendégem a stúdióban Jávorné Erdei Renáta, a Gólya Hír Egyesület képviseletében van jelen. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon érdekes tulajdonképpen ez a gondolatmenet, mert hogy a bejátszás végén is szerepelt, hogy azok a gyerekek, vagy a gyerekek nagy része, akik nevelőszülőnél vannak, még örökbeadhatók, vagy akár egy olyan szülőhöz is kerülhet, aki örökbefogadja őt. Már nevelőszülőként is dönthet így. Mennyire jellemző az, hogy ugye tények vannak arra vonatkozóan, hogy emelkedett a számuk az állami gondoskodásban élő gyerekeknek, tehát mennyire jellemző az, hogy ezek a gyerekek kikerülnek egy nevelőszülőhöz, örökbefogadják őket? Első pontban szeretném, hogyha egy kicsit beszélnénk arról, hogy ugye a nevelőszülői hálózat és az örökbefogadási rendszer sajnos nem mindenkinek különül el teljes mértékben a fejében, és sokszor a köztudatban keveredik a két dolog. Azért a bejátszásból is látható és értékelhető volt, hogy ez két külön terület. A nevelőszülői hálózatból kerülhetnek örökbefogadásra nyilván gyermekek, de nagyon sok esetben viszont bent maradnak a rendszerben azok a gyerekek, akik a nevelőszülői hálózatban vannak. Ez egy nagyon jó rendszer, és nyilván céljait tekintve a nevelőszülői és az örökbefogadói rendszer sok mindenben átfed és egy irányba mutat, de vannak jelentős különbözőségek azért. Az örökbefogadásnak a joghatásai azért teljesen mások, és a nevelőszülői hálózatban a gyerekek eltöltenek bizonyos évet, tehát haladnak előre életkorukban, és az örökbe fogadni kíván gyerekek általában mindig az újszülött kor környékére tehetők. Tehát a legtöbb szülő, aki örökbe fogadni szeretne gyermeket, inkább az újszülött és hát minél kisebb korban lévő gyermeket szeretné. Igen, éppen ezért kérdeztem így, mert hogy ugye az lenne a cél, hogy a 12 éven aluli gyerekek
legtöbb ilyen nevelőszülőnél lehessen, vagy örökbefogadott gyerek lehessen. De a jellemző statisztikák azt mutatják, hogy 10 éves kor felett kevés az örökbefogadott gyerek, inkább a kisebb korban, illetve az újszülöttek esetében. Igen. Igaz ez? Igen, és még emellett, hogy a kor szempontjából van, ha lehet így fogalmazni, kívánalom az örökbefogadó szülők részéről, egyéb más kívánalmak is felszoktak lépni, amik persze természetesen sok esetben érthetőek is. Én igazából inkább ugye a nyílt örökbefogadás kapcsán tudok, vagy szeretnék nyilatkozni. Én egy olyan egyesületnél vagyok önkéntes, aki a nyílt örökbeadást segíti, de igazából nem is ez a fő tevékenysége, hanem a válságterhesek, illetve válsághelyzetben lévő nőknek a segítése. És abban az esetben, hogyha valakit olyan élethelyzetben ér a várandóság, amikor úgy látja, hogy nem tudja, nem képes felnevelni a gyermekét, akkor egy lehetséges megoldás lehet az örökbeadás. A civil szervezetek, a civil szektor a nyílt eljárások segítésében lehet jogosult, amennyiben ezt kéri a válságterhes nő, és itt jellemzően az újszülött korú gyerekek kerülnek örökbeadásra. Egy ilyen helyzetben, egy ilyen válságszituációban az anyáknak le kell mondaniuk a gyerekről, hogyha ahhoz, hogy örökbeadható legyen a gyermek? Igen. Ebben a helyzetben le kell mondania. Itt volt egy jelentős törvénymódosítás korábban, ami tavaly márciusban lépett életbe, vagy hatályba, hogy a nyílt örökbeadás korábban úgy működött, hogy amikor lemondott az édesanyja a gyermekéről a járási gyámhivatalban, akkor ezt már később vissza nem tudta vonni. A titkos eljárás abban különbözött korábban, hogy 6 hétig meggondolhatta magát az életet adó anya. Most már a nyílt eljárásnál is így működik, tehát 6 hétig még ezt a nyilatkozatát visszavonhatja a szülőnő, amennyiben úgy dönt ez alatt a 6 hét alatt, hogy ő mégis szeretné vállalni a gyermekét, akkor az örökbefogadás úgymond nem lesz érvényes, tehát visszakerül az anyához az újszülött a gyermek. Mennyire hosszadalmas eljárás az örökbefogadás? Ugye én is említettem itt a felvezetőmben, hogy próbálnak ezen a hosszú procedúrán enyhíteni, rövidíteni, könnyíteni. Mi most a jellemző? Attól függ, hogy honnan datáljuk, honnan nézzük magát a procedúrát, hogyha onnan kezdjük el, hogy valaki eldönti azt, hogy szeretne örökbefogadó szülő lenni, és egészen addig, hogy örökbefogad egy gyermeket, ez lehet nagyon hosszú idő, de lehet rövidebb is. Maga az eljárás, hogyha már megvan az a gyermek, akit ő örökbefogadni szeretne, már rendelkezik azzal a bizonyos képesítéssel, úgymond elvégezte azt a tanfolyamot, amit ön is említett, akkor ez egy rövidebb folyamat. Tehát ha mondjuk például egy nyílt örökbeadásról beszélünk, amit egy civil szervezet segít, és van egy alkalmas örökbefogadó szülőpár, ez akár 2 hét alatt lezajlódhat. Tehát megszületik egy újszülött a kórházban, az édesanyja lemond róla, és az örökbefogadó szülők haza tudják vinni akár 2 hét alatt a gyermeket. Itt a megyében lehet számszerűsíteni az örökbefogadást, hogy mennyi gyermeket fogadnak örökbe? Én arról tudok inkább nyilatkozni, ami az egyesületünkhöz köthető. Ez évente egy olyan 4-5 eset, ami csak a gólyahír. Tehát emellett más civil egyesület is esetleg segíthet eljárást, de nálunk körülbelül ennyi az eseteknek a száma. De ez nem egy olyan magas szám ezek szerint? Nem egy olyan magas szám, hogyha azt nézzük, hogy országosan, ugye egy országos egyesületről van szó, országosan évente körülbelül 60 körül mozog az örökbefogadott gyerekek száma. Ez egyébként a civil egyesületek között ha lehet azt mondani, a legnagyobb szám. Tovább tudnánk beszélni a témát. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, ennyi időnk volt ma. Köszönöm a meghívást.